Az önkormányzati választások után újra rajzolódni látszik a baloldali demokratikus pártok erőtérképe. Látszólag minden nappal távolabb kerül az együttműködés, a közös szervezet megalapításának esélye. A DK elnöke eddig meg nem reagált az elmúlt hét eseményeire. Stúdióban Gyurcsány Ferenc, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És mielőtt beszélünk magyar belpolitikai ügyekről, azért természetesen emellett sem mehetünk el szó nélkül, már csak azért sem, mert most éppen azzal van tele a sajtó, hogy a DK szerint a kormány tudott a kitiltásokról. Rogán Antal azt mondta el az előbb, hogy ők is csak a sajtóból értesültek róla. Vadai Ágnes megy a DK-tól holnap a külügyminisztériumba iratok között kutatni. Mire alapozzák ezt a feltevésüket? Nézd, azt nem tudjuk, hogy Rogán Antal mikor tudhatott erről. Attól függ, hogy milyen viszonyban lehet a külügyminiszterrel. De azt tudjuk, hogy az első sajtóhíreket megelőzően több nappal az amerikai ügyvivő a külügyminisztérium egyik talán helyettes államtitkárát erről tájékoztatta. Az elmúlt egy héten több találkozó is volt, és azt gondolom, hogy ezek a tájékoztatások, ezek a normál szabály szerint természetesen elérték aztán a miniszterelnököt is, aki pedig hát nem tartotta kötelességének, hogy szóljon nekünk, hogy nézzétek, most már nem csak itthon látnak bennünket korruptnak, hanem a világban is, ami nincs rendben. Rogán Antal azt mondta itt az előbb, hogy az nincs rendben, hogyha az amerikaiak nem állnak a nyilvánosság elé az erről szóló bizonyítékokkal és adatokkal. Az amerikai ügyvivő azt mondta, hogy ez nekik nem dolguk, ők csak udvariasan tájékoztatták a külügyminisztériumot, hogy egyes embereket nem engednek rá az országba. Ő mit gondol erről? Nézze, az, hogy ez egy korrupt kormány, ahhoz nekem nem kell az amerikai külügyminisztérium, vagy az ügyvivőnek a nyilatkozata, de egy korrupt kormány. Ezer bizonyítékunk van. És nem csak az, amire az ügyvivő az előbb hivatkozott, például a dohányboltoknak az ügye. Ha nem, milyen bizonyítékokra gondol? Hát nézze, süketnek és vaknak kell lenni ahhoz, hogy valaki ne vegye észre, hogy a miniszterelnök, pártelnökhöz kötődő vállalkozói kör, benne a felcsúti polgármester, korábban benne a korábbi pénztárnok, olyan busás vagyonra tesz szert a Fidesz kormányzása alatt, ami mesésnek nevezhető. Ez bizonyíték? Hogyne. Hát azt tudom önnek mondani, hogy ilyen véletlenek nincsenek is. Nem kell, hogy eljátsszuk én szerintem a naívat. Itt a Magyar Bálint nagyon találóan, de tudományosan megalapozottan maffia államnak hívja azt a rendszert, amit kiépült. Nagyon tudatosan a közjó sérelmére, a demokratikus normák sérelmével egy szűk, hatalmi, gazdasági, politikai csoport gazdagodik, belértve Rogán Antalt, akit megpróbált ügyesen válaszolni az ön kérdéseire, őt már hallottam itt a stúdió szegletéből, de belértve Szijjártót, vagy belértve másokat, akik úgy tesznek szert 100 milliós vagyonokra, miközben soha nem dolgoztak politikán kívül, mint ez a legtermészetesebb lenne. Hát miért gondoljuk azt, hogy ez természetesebben az országban? Miért nem háborodunk fel, ahogyan Bálint György mondja, felháborodom, tehát vagyok, oka van a magyaroknak felháborodni. Na de az az állítás, hogy a kormány korrupt, az rendkívül súlyos. Ha ön szerint erre bizonyítékok is vannak, akkor miért nem tesz mondjuk a DK feljelentést minden egyes ilyen ügyben, amiről az előbb beszélt? De minden egyes ilyen ügyben tesszük vagyonosodási vizsgálatot, bár ezt a parlamentben nem úgy hívják, hanem vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményeztünk nem egyszer és nem kétszer. Itt az előbb említette Szijjártó Pétert, Kósa Lajost, velük szemben is kezdeményeztek eljárásokat? Abszolút, az ellenzék ezekben az ügyekben eljár, csak tudja, az illetékes parlamenti bizottság vezetője az egy kormánypárti politikus. Talán Rubovszky György, hogyha jól emlékszem a nevére. Minden ilyet elutasítanak. Ezek parlamenti eljárások. Én most azt kérdeztem, hogy az ügyészségnél miért nem tesznek feljelentést, hogyha bizonyítékokat tudnak arra, hogy korrupt a kormány. Ezt mondta ugyanis az előbb. Szerintem az, hogy ez a kormány korrupt, azt hiszem, hogy tényszerű, hogy jogi eszközökkel egy normál civil állampolgár által bebizonyítható-e, ön által, én által, mi nem vagyunk nyomozóhatóság, minden ilyen megkeresést Polt Péter ügyészsége, aki egyébként Polt Péter mégiscsak rendkívül közel áll úgy szintén a kormányhoz, ez a maffia államnak a természet, az elutasít. Tehát azt kérik tőlünk, én egy édesapa vagyok, fér vagyok meg,
parlamenti képviselő, hogy ezekkel a kapacitásaimmal szerezzek Paul Péter számára elegendően megnyugtató bizonyítékot, ha belegebedek sem tudok. Azért tartunk igazságszolgáltatást az önadó forintjából, meg az enyémből. Csak ez az igazságszolgáltatás Orbán Viktor kezében van, és teszik tönkre a mi saját hazánkat. Nem tudunk más tenni, mint nem adjuk fel ezt a küzdelmet, de látjuk, hogy pokolian nehéz, alig jutunk egyről kettőre. Csak újra mondom, nem kell nekünk ehhez az amerikai nyilatkozat, ez egy korrupt gazember kormány. Beszéljünk egy kicsit a választásokról, hiszen azóta, hogy megvannak az eredmények, ön még nem adott interjút, viszont nagyon sokan címeztek önnek különböző üzeneteket, és ezek nagy része arra vonatkozik, hogy vége az összefogásnak. Nem mit szól ez? Tudomásul veszem, hogyha ezt gondolják, hát mit tudnék én csinálni? Barátsághoz, szerelemhez, partnerséghez, hát legalább kettő ember kell. Én azt látom, hogy van egy rossz állapotban lévő ország. Debrecenben alig 25%-nyian mentek el szavazni. Országosan is 41%. Önszembesítette Rogán Antal frakcióvezető urat, hogy minden korábbinál nagyobb a szegénység, és benne a gyermekszegénység, ami dráma. Szerintem nagyon sokan egy másik világot szeretnének. Mit látunk eközben? Hogy az Orbán rendszerének leváltását célul tűző pártok, azok mintha időnként többet foglalkoznának egymással, mint a kormánnyal. Én meg azt gondolom, hogy ha más nem, a mostani választás is azt bizonyítja. Ott tudtunk jó eredményt elérni is, csak ott tudtunk jó eredményt elérni, ahol együttműködtünk. Hát akkor ez aktuális is világosabb. Amennyiben viszont a kudarcban komoly szerepe van annak, hogy az ellenzéki pártokat lekötötte az egymással való alkudozás, akkor nem gondolja, hogy ön is hozzájárult ehhez a folyamathoz, például a DK megalakításával, hogy az eredmény felől nézve nem biztos, hogy ez volt a célra vezető út? Egy hatalmas vita előzte meg ezt a dolgot, amely vita mind a mai napig tart, és elnézi nekem, talán ön is, meg a nézők is, természetesen azt gondolom, hogy nekem van igazam. Az önkénnyel szemben azt gondolom, hogy nincsen helye a hagyományos bal és jobboldali politizálásnak, már csak azért is, mert Orbán rendszere nem írható le jobboldali rendszerként. Mafia államként, Bokros Lajos meg azt mondja, hogy posztkommunista mafia államként. 2010 óta azt képviselem, és azt képvisel a DK, hogy a demokraták széleskörű összefogására van szükség. A mások azt gondolják, hogy nem, egy viszonylag hagyományos baloldali politikát kell ezzel szembeállítani. Ez egy történelmi természetű vita. Én azt gondolom, hogy arra szolgáltat ezer tanulságot az elmúlt jó egy-néhány száz év, de legalább az utolsó száz, hogy ilyen esetben a demokraták összefognak és legyőzik az önként, helyreállítják a szabadságot, szociális igazságot szolgáltatnak a kisemmizetteknek. Bokros Lajos, akit az előbb idézett, azt is mondta egyébként a napokban, hogy az ellenzéki pártok is az Orbán rendszer részei. Gyakorlatilag arra utalt, mintha felvásárolták volna az ellenzéki pártokat. Ehhez mit szólt? Nem tudom, hogy Lajos mire gondol. Arról tudok beszélni, hogy én mit gondolok önmagamról és önmagunkról. Amikor mi megalakítottuk a demokratikus koalíciót, akkor azt mondtuk, hogy engesztelhetetlen és áldáz ellenfele leszünk Orbán rendszerének. Éhségsztrájkot folytattunk, folytattam én személy szerint is. Az alkotmányozás bojkottjára hívtuk fel az ellenzéki pártokat, nagy nehezen sikerült is elérni ezt a bojkottot, az LMP-ig talán bezárólag. Amit meg lehet tenni politikai eszközökkel, azt megtettük. Egyetlen egy őszinte dilemma van, amitre nehéz válaszolni, hogy vajon igaza van-e mondjuk Tamás Gáspár Miklósnak, vagy másoknak, akik azt mondják, hogy egy ilyen helyzetben még el sem szabad indulni a választásokon, hanem azt is bojkottálni kellene. Ez az egy, azt hiszem, hogy lassan hátra van eszközként, de vajon örülnének-e a választók, hogyha átadnánk a törvényhozást 100%-ban a Fidesznek. Ezen kívül mindent megtettünk, engem a DK soha vád nem ért, hogy tisztességtelen alkuban lennénk a Fidesszel. Nagyon remélem, hogyha vannak is ilyen pletykák más pártokra vonatkozóan a magyar közéletben, azok nem igazak. Ön ad hitelt bármi ilyen típusú pletykának? Nyilván sokat hallott, hogyha jól értem a szavait.
Inkább nem, mint igen, azt akarom önnek mondani. Én annyi összeesküvés elmélettel találkoztam az elmúlt időszakban. Egyik másiknak élete volna a szenvedő alanya. És ha máshol nem, azokról pontosan tudtam, hogy badarságok és butaságok. Rossz hiszeműség, az azt hiszem, hogy nem jó tanácsadó a politikában. Persze a naivitás sem, és engem lehet azzal váltani, hogy túlságosan naív vagyok. Hát mindenki tegye a dolgát, maradjon tisztességes. Én tisztességes vagyok, soha nem tett az én zsebembe senki sem egyetlen egy forintot sem. Nincsenek nem nyilvános, rejtett kapcsolataim a kormánypárttal. Ahol lehet, ott nyilvánosan szembeszállok velük. Ez a mi politikánk. Olyan elméletek is vannak, nem összeesküvés, hanem politikai, hogy azért mégiscsak szívességet tett ön személy szerint is Orbán Viktornak, mert megosztó személyiségével távol tartott baloldali, vagy egyáltalán demokrácia párti szavazókat az urnáktól, akik egy korszakváltó üzenetre elmentek volna szavazni. Vannak, akik ezt a korszakváltó üzenetet hordozzák. Mit értek el? Ha jól emlékszem, akkor az LMP az 1%-kal lépte át az 5%-os küszöböt. Miért nem tudul oda a korszakváltásban hinni akaró tömeg? Bajnai Gordon által alapított együtt PM pártszövetség sok tekintetben hajlik ugyanerre az értelmezésre. Miért nem tudult oda a tömeg? Ezen a legutolsó választáson még 4%-ot sem értek el, hogyha jól emlékszem a Republikonnak a számaira. Abba kell ezt hagyni. Szóval az egy intellektuális és politikai silányság gyurcsányozni akkor, amikor, ha én jól emlékszem, 5,5 éve nem vagyok miniszterelnök, és ugyanennyi ideje nem vagyok a szocialista pártnak az elnöke. Van elegendő választék, úgy látom a magyar politikai palettán, lehet sok mindenre szavazni. Ehhez képest mi nagyjából úgy látom, hogy értve a mostani szavazásnak a számait is, rendelkezünk 8-9%-kal. Ez nagy dolog. Képviselünk valami nagyon tisztességes emberit a magyar politikában, megalkuvás nélkül, egyenesen is, nem küzdünk szellemekkel. Nézd, akik szellemekkel akarnak küzdeni, azok menjenek el panoptikumba. A nagyon jó helyenre. A politikában tessék tudomásul venni a realitásokat. Az MSZP házatájáról is elég sok, vagy mondja, gyurcsányozás érkezett az utóbbi időben. A Hír TV tudni véli, hogy az Európa Parlamenti közös frakció, a DK és az MSZP közös frakciója is fel fog bomlani. Ön tud erről? Nem tudok róla. Ennek őszintén szólva túl nagy jelentőség egyébként nincsen. Ezt ott úgy hívják, hogy delegáció. A két balközép pártnak az együttes négyfős delegációja. Nincsen kényszer együttműködjünk. Nekem azt mondják az én EP képviselő kollégáim, hogy két fős delegáció is lehetne, tehát nincs ilyen probléma. Bennünk ilyen szándék nincs. Nem tudok arról, hogy a szocialista pártban lenne, hogyha ők elkívánják hagyni a közös delegációt, akkor azt miért sajnálattal tudomásul vesszük, de azt hiszem, hogy inkább nem örülnénk neki, mint örülnénk neki. Mi oka lenne? Nem kell az itthoni vitákat, azt hiszem, exportálni Brüsszelbe. Dolgozni kell együtt. Új delegációvezető van Újhely István személyében. Azt hiszem, hogy ez egy helyes, közös döntés volt ott. Nem gondolnám, hogy a szétválás az bármit megoldana. Azt mondja, hogy nem kell az itthoni vitákat exportálni Brüsszelbe, de a DK és az MSZP EP képviselőinek közös kezdeményezése, hogy már hétfő este szó lesz Magyarországról Brüsszelben, illetve Strasbourgban, azt hiszem, és aztán kedden az EP is foglalkozni fog megint. Rogán Antal azt mondta ezzel kapcsolatban az előbb, hogy nem ezzel kellene az ellenzéknek foglalkozni, hanem azzal, hogy mondjuk segítsenek nekünk az Európai Unióban fontos társadalmi kérdések megoldásában. Hát segítünk. De hát közös európai hazában vagyunk. Magyarország az otthonunk, Európa meg a hazánk. De akkor mégis exportáljunk Brüsszelbe belpolitikai vitát? Pártvitát nem kell, hogy az előbb pártvitára utaltam. A szocialisták és a DK között úgy látom, hogy a vasárnap esti Tóbiás nyilatkozat óta egy langyosabb, hidegebb viszony időszaka fog beköszönteni. Ezt nem kell exportálni. Az, hogy egyébként pedig a magyar élet normalitását, azt meg kell védeni, az meg természetes. Meg kell védeni Szegeden, amikor Szegeden vitatkoznak a képviselők, meg kell védeni a baranyai közgyűlésben, mikor ott vitatkoznak, meg kell védeni a törvényhozásban, és meg kell védeni az európai törvényhozásban, a parlamentben.
Mi vagyunk Európa, azt szeretném mondani. Rogán Antal úgy látom, ezt nem érti. Ő úgy gondolja, hogy van egyszer Magyarország, meg van egyszer Európa. Még nem így gondoljuk. Mi úgy gondoljuk, hogy a mi történelmi sorsunk, az az európaiságunk, mi Európai Egyesült Államokat szeretnénk. Ezt támogatta 10%-nyi szavazó májusban, és honorálta a DK-nak. Teljesen természetes, hogy minden fórumon, ahol lehet. Mi azért küzdünk, hogy Magyarország a szabadabb, normálisabb legyen. Nem Magyarországot kritizáljuk, a magyar kormányt kritizáljuk. De az mindenhol, magánbeszélgetésen meg hivatalosan, az, hogy a kormánynak nem tetszik. Hát természetes, de hát mit gondoltak? Szintén a DK-hoz kötődik, de nem az ön nyilatkozatához, hanem Gréci Zsolt posztolt az internetre egy sokat sejtető mondatot Váradi András halálával kapcsolatban az elmúlt napokban. Ennek meglehetősen nagy visszhangja is volt, mert minthogyha azt sejtette volna, hogy tudni vélnek valamit, hogy itt nem csak egy egyszerű balesetről van szó, miközben eddig minden híradás ezt tette elég egyértelművé. Valóban van erről információjuk, vagy ez Gréci Zsolt magánakciója volt? Hát nem ismerem ezt a blogot, segítsen nekem. A Facebook oldalára posztolta ki. És mit? Azt, hogy részvételt nyilvánít a családnak, Váradi András halálával kapcsolatban, akit sokat sejtető három pont, majd a kommentekben mindenki hozzátette, hogy itt bizonyára valami disznóság történt, és Gréci nem sietett kijavítani, hogy nem így volt. Tehát, ha jól értem, Gréci tett három pontot is, ezt kell most a tett három sejtelmes pontot, ami nem kéne szemére vetni. Én azt kérdezem, hogy van-e a DK-ban információjuk arról, hogy valami történt Váradi Andrással, mert mi eddig úgy tudtuk, hogy egy 84 éves osztrák állampolgár ütötte el, nagyon szerencsétlen és valóban részvét a családnak, aki meg is állt segítséget nyújtani, megvárta a rendőröket. Én Váradi Andrást személyesen is ismerem, hozzátett az ő jó voltából. Egy filmet forgattunk Felcsúton, amit aztán később nagyon sokan megnéztek, és hazafelé jövet. András megállított bennünket, hogy akar velünk beszélni, és elkészült egy másik film is, ő vele, meg talán Marika Nélivel, hogyha jól emlékszem. Egy elképesztően tisztességes, rendes ember. Pokoli dráma, hogy vele történt. De nem tudom, hogy ez többen, mint közlekedési baleset. Mi közöttünk erről nem volt szó. Én nem így értem Zsoltnak ezt a bejegyzését, ha jól értettem azt, amit ő mondott. De mi közöttünk erről nem folyt szó. Egyébként, ha meg lenne róla bármilyen tudomásunk, akkor nyilván nem egy esetleg kétértelmű, három ponttal befejeződő blogbejegyzésben beszélne erről valamelyikünk, hanem bejelentést tenne és vizsgálatot követelne. Részvétünk Andrásnak, és azt hiszem, hogy ne gondoljuk ezt túl. Az összeesküvés elméletek ebben az esetben sem tesznek jót senkinek. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet.